Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Engem Antal Balázsnak hívnak, ponthorgász vagyok és digitális tartalomkészítő. A Szalma Józsival készített interjúm nagyon tetszett nektek, aminek kivált kép örülök. Ha esetleg lemaradtál volna róla, akkor a videó alatti infoboxban meg fogod találni a videó linkjét. Ahogyan az első részben is elmondtam, már régen terve volt egy ilyen videósorozat, ahol magyar és külföldi ponthorgászokhoz intézem a kérdéseimet, sikereik és taktikáikat illetően. Ebben a részben Kápolna László barátom került a hálomba, és nem fogom vissza magamat a kérdéseimet illetően. Viszont engedjétek meg, hogy már most hadd marasztaljalak benneteket a videó végéig, mert nagyon érdekes dolgok következnek. Lacival régóta barátok vagyunk, és sok időt eltöltöttünk együtt a vízparton. Mindig ámulattal figyelem, ahogy készíti az előkéit, élezi a horgait, mert olyan precizitással csinálja, minthogyha az élete múlana rajta. Viszont nem szeretnék ennyire előre szaladni, vágjunk bele! Laci, jelenleg is itt horgászunk Gyékényesen, és adja magát a kérdés, hogy te minek tulajdonítod annak a rengeteg halnak, a rengeteg nagy halnak a megfogását itt Gyékényesen? Hát először is köszönöm a kérdésedet, szerintem tudja mindenki, hogy itt élek, és elég jól ismerem a vizet. Ami ez, úgy gondolom, ez egy nagyon nagy ütőkártya, nem csak nekem, aki azt mondom, közel van a vízhez, és ki tudja ismerni ezt a vizet, azt mondom, ahol lakik, vagy az ott többször el tud menni, és minél többször tud azon a vízen, vagy a vízterületen horgászni, akkor meg fogja tapasztalni, hogy hol járnak a halak, melyik időben vannak ott a halak, ne Isten, a pupnak a melyik felén fog táplálkozni, milyen csali mérettel kelljen, hogy horgászon az ember, milyen ízvilággal, szóval eléggé összetett ez az egész történet, és ugye, hogy mivel ilyen sok időt tudtam erre szentelni, ugye ez egyrészt ez a hobbim, meg a kis szerelmem is, ez a víz is, meg a horgászat is, ezért úgy gondolom, ezért tudok sikeres lenni, meg egy kis percek is, szerencse is kell hozzá. Na hát szerencse az van, azt én is tudom, Laci. Figyelj, nekem többször mesélted már, hogy annak idején ti még ólommal tapogattátok a töréseket. Így van, akkor nagyon, azt mondom, gyerekcipőben volt ez a radar történet, meg ugye, hát, ugye pénzileg se értem én ezt fel, ezért fogtunk egy olmot, így ezt mondom, egy merevebb botot, és akkor elkezdtük a törést minden oldalát, föntről, lefele, föntről, lefele, ugyanúgy lentről, fölfele megtapogatni, és akkor, ahogy éreztük, azt mondom, nem olyan iszapos volt, hanem nem ez a mély iszap volt, akkor oda raktuk le a szerelékünket. De hát ugye sok időben telett ez, hogy még kitapasztaltam azt, hogy a bal oldala, vagy jobb oldala, vagy a tetája, vagy hol az ideális. Figyelj ide, és mi a véleményed arról? Mert nagyon sokszor hallani, mint a Balaton, mint pedig Kavicsbánya tavakon, hogy pontyoknak vannak szokásai. Hogy vélekedsz te erről? Ez nagyon érdekes. Ez rengeteg mindentől függ, ez a vízállástól, a hőmérséklettől, nem csak a levegő hőmérsékletről beszélünk, hanem a vízhőmérsékletről is. Van olyan időszak, amikor a tetája mondjuk a legmelegebb, ugye a középréteg az ugye egy kicsivel hűvösebb, és ugye a lent meg ugye még hűvösebb, és akkor azt a pontos a váltó réteget el kell találni, hogy oda kell rakni a szerelékünket. És arról hogy vélekedsz, hogy egyes halakat, én most a gyékényesi nagyobb nagypontyokról beszélek, hogy bizonyos szegmentált területeken fogják. Hát igen, van territoriális hal, amit ugye folyamatosan követünk, ami abban a részben lehet csak megfogni, és az nem fog elmozdulni. De van olyan rész is, hogy vagyis olyan nem is rész, hanem olyan időszak, amikor elmozdul onnan a hal. Az is csak abban az időszakban, és utána vissza fog menni oda. Ugye te többször megfogtad a Bukó nevű halat, több különböző súllyal is. Hányszor fogtad? Aztán 7-szer? De lehet, hogy 6-szor, nem tudom. Hát, tényleg őrületes. Igen. Fantasztikus. Én most hallottam egy olyan sztorit, hogy ugye a te horgászhelyed az innen egy kicsit odébb van, és általában ott fogtad meg, ugye, hogy jól tudom. Nem csak ott, hanem ugye tőle mondjuk másfél kilométerre is megfogtam. A Marató másik szegletében? Nem, ahonnan megfogtam először, utána megfogtam másik kilométerre arrébb. Igen? Igen. De azon a bizonyos területen gondolom. Igen, igen, igen. Az egy területnek mondom. A Kápolnából. Igen. Laci, én még tisztán emlékszem az első közös
balatoni túránkra kezdtem. Azóta azért sok minden változott, és sokszor volt azóta a Balatonon. És én akkor emlékszem, hogy nem igazán remekeltünk a halfogásba. Hogy látod, hogy mi változott azóta? Öregebb lettem. Egyfelől? Mondjuk azt, hogy egy kicsit azt mondom, rutinosabb lettem, és ugye azért érdeklődtem azt is, hogy mondjuk olyan mindig gyékenyes vagy, akármelyiktől, hogy azért nem mindegy, hogy hova ül le az ember abban az időszakban. Ez az egyik, azt mondom, ami fontos. A csali méret, úgy gondolom, az is azt mondom, nagyon-nagyon fontos a Balaton, meg az is, hogy milyen izilaggal, vagy milyen bojlival megyek a Balatonra, az a harmadik, ami nagyon fontos szerintem. Meg ugye elsősorban azt kell, hogy mondjam, vagyis negyedsorban, úgy gondolom, hogy olyan felszerelések kell oda menni a Balatonra, ami azt mondom, mindent is időjárás álló legyen, meg ami azt mondom, hogy megfogom azt a halat, akkor azt én be tudjam cserkészni. Uh-huh. Szóval nem megyek oda egy 28-as főzsinórra, hanem azt mondom, legalább 33-as, 35-ös főzsinórra megyek oda. Tehát igazából azt mondod, hogy ott a körülményekre kell felkészülni. Így van, igen. Ami azt mondom, eléggé szélsőséges is lehet. Egy párszor volt szerencsénk igen, már. Igen, úgyhogy... Ilyen pár szélsőséges. Ha visszagondolok, hogy tényleg a legelején, amit ott csináltam, meg amit most csinálok, hát tényleg kicsit megmosolyogtatom magamat is. Amikor emlékszek rá, amikor fölraktam ugye az inline olmot, és nincs kapás, csak egy chip. És már megyek, azt rajta van a 9-10 kilós ponty. Az ólom az ott maradt, a hal meg ugye elment jobbra-balra, és ugye, de meg lett szerencsére a hal, úgyhogy de ebből is tanultam, hogy ez az inline módszer nem éppen a Balatonon nem éppen sikeres. Én nagyon jól emlékszem, több túrát is közösen végigcsináltunk, és beszélek itt a Stéges Peccától elkezdve. Én emlékszem, amikor megfogtad az első 20 kg feletti pontyodat a Balatonból. Én úgy gondolom, Laci, hogy az mindkettőnknek egy leíratatlan emlék. Ott talán az utolsó előtti nap volt az, ugye? Így van. Az, igen, szép volt. Egy fantasztikus hal volt, és nagyon jól fogtunk azon a horgásztúrán, de ez abszolút megkoronázta ennek az egész peccának a végkimenetelét, és úgy gondolom, én emlékszem rá, egy hatalmas közös öröm volt. Igen, ugye? Igen. Az egy tényleg egy emlékezetes pecca volt szerintem neked is, meg nekem is, és remélem, hogy még lesz még ilyen, hát ilyen balatoni túránk, igen, ami azt mondom, hogy tudunk fogni 20 fölötti halakat is, de nem csak ezért, persze nem csak ezért járunk a Balatonra, hogy 20 fölötti halakat fogjunk, de persze az első célunk, hogy 20 fölötti halakat, de azért, hogy jó érezzük magunkat, fogjunk halakat is, meg ugye, hogy kint legyünk a horgászon. Hát meg, hogy együtt legyünk nyilván. Igen. A bevezetőmben már elmondtam, hogy nagyon precízen szoktad az előkéret elkészíteni. Kicsit úgy fogalmaztam, mintha az életed mullana rajta. Én magam is, illetve szerintem a nézők is kíváncsiak arra, hogy miért csinálod ezt így, vagy miért szánsz erre ennyi időt? Maximalista vagyok. Kicsit bővebben. Ez azt jelenti, hogy az előbbiekben is mondtam, én szeretném azt a halat egyrészt biztonságosan kiterelni a partra, hogyha azt mondom, hogy nem tudok bemenni, mondjuk a Balaton is mondom, hogy ki kell, hogy tekerjem, azt mondom a szerelékemet. Ez egyik. A másik része, hogyha bemegyek csónakkal, akkor is tudjam azt, hogy az a horog, az előke, az a kötés úgy van megkötve, felszerelve, hogy maximálisan bízzak abban, hogy ezt az úgy van megkötve, olyan kell. Én nekem nagyon élénken él a gondolataimban, amikor... Szóval egy pár horgot azért meg szoktam kötni, tudod, te is, hogy egy horgászat alatt én azért mondtam, hogy maximális, hogy ha nem olyan a horog, vagy nem olyan a kötés, abban a pillanatban vágom el, szerezem újra, csinálom újra. Én is ugyanilyen vagyok, és én nem gondolom... vagyok részt a pajzson. Így, na pont ez, hogy amit mi magunk megtehetünk, azt tegyük meg. És azon nem kell gondolkodni, nem kell azon morfondírozni, nem kell azon idegeskedni, mert tudjuk, hogy az tökéletes és precíz. Emlékszem rá az egyik őszi peccánkon, hogy hajnali 11 óra lehetett, te horgott fentél a sátorba, és gőzölted az előkédet. Erről gondolom, ez minden horgászálva, nem? Hogy így éjjel. Erre szokták mondani, hogy nincs napszakhoz ködve ez. Legyen egy éjjel, hajnal. De hát ez kifizetődik, tehát ez akárhogy is. És ilyen, nem mindenkinek ezt tudom javasolni, ha nem olyan a horog, nem olyan az előke, nem olyan a... Nem kerestek lenni. Nem kell cserélni. Hajnali kettőkor, délután kettőkor, tök mindegy. Én ugye ezért csinálom, úgyis tudod, hogy én sokszor 5-6 előkét is előkészítek, mert én kicsit magam sem kicsit szorgasabb vagy, mint én, mert én magam sem szeretek ilyen kötözgetni. Kicsit egy ilyen lustán vagyok, de megcsinálom. Én is megcsinálom, csak nekem nincsen 5 előkém, csak
egy. Mellékesen megjegyzem, hogy én már láttam olyat is, hogy a Lacinak kapása volt, és olyan gyorsan előkét fenni, vagy hát horgot fenni, mint a Laci, olyat még nem hiszem, hogy látott ember a földön. Úgyhogy volt ilyen is, de szükség törvény mond, ugye? Tehát igazából. Figyelj, Laci, nagyon élveztem ezt az interjút, de szokták mondani, hogy a műsoridőnk lejárt. Igen, tudod, mit szoktam mondani. Meg is sokat beszéltél. Nagyon köszönöm, Lacus, hogy így elmondtad ezt nekem, meg nagyon örülök neki, hogy tudtunk így beszélgetni, és ha nem is sok hasznos dolgot, de én úgy gondolom, hogy elgondolkodtató dolgokat mondtál, aminek nagyon-nagyon örülök én magam is, és én úgy gondolom, hogy a nézők is. A nézőknek is itt szeretném megköszönni a figyelmet. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, és én bízom abban, hogy az elkövetkezendőkben is lesznek hasonló interjúk. Van tervem, hogy kiket szeretnék a kamera elé csalni. Még? Na. Úgyhogy bízom abban, hogy ez össze is fog jönni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mindenkit próbálok arra kérni, hogy nézzétek meg a többi videómat is. Józsival készült interjúm is nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sok embernek tetszett, úgyhogy nézzétek meg azt is. Lájkoljatok bennünket! Illetve a többi videót is. Kicsengő. Persze, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, a kis csengőt is érdemes megnyomni, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ahol már horgászni is fogunk. Sziasztok!